történet két testvérről szól, Hermann és Albert Göringről, akik nagyon különböztek egymástól. Az egyik háborús bűnös volt, Adolf Hitler után a második ember, a másikat, a jó Göringet szinte elfeledtük, pedig sok ember köszönheti neki az életét. Örömömre szolgált, hogy megismerhettem. Részemről a megtiszteltetés. Nagyon örülök. 1935-ben a két testvér abban egyetértett, hogy segítsen Henny Porten színésznőnek. Köszönöm a meghívást és a támogatását. Nem kedvelt meg. Az nem lehet. Téged egy ország imád. Az öreg lány élőben korán sem olyan vonzó, mint a filmvásznak. Miért foglalkozol vele? A férje zsidó. Egy a deportáltak közül, akit kínoztok, kifosztotok. Őt meg védeni akarod? Én mondom meg, hogy ki a zsidó. Albert és Hermann Göring. München, 1923. Az első világháború után Albert és Hermann Göring Münchenben él. Mindketten nőse, de Albert gyakran mutatkozik a kedvesével. A fiatal nő az anya Fanny Göring temetésén találkozik először a családdal. Ez azon ritka események egyike, amelyen a két testvér együtt jelenik meg. Nem a háborúban vagyunk. De nem is te a délutánon. Göringék néhány éve az Izár melletti városban élnek. Albert az itteni műszaki egyetemen szerzi meg a diplomáját. A fivére Hermann ifjú nejét, Karin von Kanzót is magával hozza Münchenbe. A svéd nemesi sarjjal kötött házasság véget vet az anyagi gondoknak. Anya számára az élet csupa lemondásból állt. A férje, apánk meghalt. Jött a háború, csak a gyerekei iránt érzett büszkeség éltette őt. Vajon hányszor nézett fel az égre, és küldött nekem áldást? Amikor a hazámért harcoltam a repülő cirkusszal, ezért az a meggyőződésem, hogy csak az én kedves nejem Karin képes az anya által hátrahagyott űrt betölteni. Göring úr. Leszkedsz? A válladra tegyem a zakómat? Bármit teszel, oly kedves vagy. Őszinte részvétem, kapitány úr. Göring úr, maga minden reményem. Maga az egész nép minden reménye. Ha valaki... Ne most. Jöjjön. Nagyon sajnálom. Részvétem. Apám kezdetben viccnek tartotta az egészet. Amikor Hermann Hitlerrel a jövőről kezdett beszélni, az egy elérhetetlen álomnak tűnt. Amikor aztán komolyra fordult a dolog, apám bosszankodott, mert ő mindig igyekezett távol maradni ettől az egésztől. Ezt ő zsigerből ellenezte. Hermann von Epenstein. Ő kicsoda? A család barátja. Övé Mautendorf és Feldenstein. Imádja a felhajtást, de személyesen nem jött el.
Göring úr, hadd fejezzem ki őszinte részvétem. Köszönöm. Mindjárt találkozunk a lakásban. Remélem, az öcsém elég lovagias, hogy előtte hazakísérje. Herman! Hogy merészeled így megalázni a feleségemet? Ha jól tudom, a kis dáma nem a feleséged. Azonnal elveszem, ha sikerül elválnom. A te életedben a nők nem többek, mint trófeák. Az a pletyka járja, hogy Karin volt férje fizeti a fényűző életeteket. Ne a húgaink előtt. A vonatút kellemes volt. Tisztán kék lett az ég. És a Hochkönig gletszere úgy csillogott, mint egy gyémánt. Ez megváltozott, mikor Münchenben kocsiba szálltunk. Elképesztő. Miféle emberek azok, akik állatokként esnek egymásnak? Majd Herman elmagyarázza. Ő a söpredék egyik fő uszítója. Ezeknek a rendes müncheni polgároknak nem tetszik a vörös Berlin. Hallottak már az SA-ról? Hitler úr rohamosztagáról? Hermannak sikerült a csoda. A frusztrált, megzavart tömegből ütőképes magánhadsereget hozott létre. Ezek az emberek küzdenek a hazájukért, mint a háborúban. Te mit teszel Németországért, Albert? Egyetemre jár. Jól haladsz? 2 hónap és vizsgázom. Van esélyem olyan állásra, amelyből meg lehet élni. A te tanulmányait, Herman? Abba hagytam. Szeretnék teljesen a hazaszolgálatába állni, ahogy apánk tette. A bátyánk elígérkezett Hitlernek. Elég volt egyszer látni, ahogy az imádója legyen. Ezek a te szavaid. Igen, és nem is szégyenkezem. Minden szava az én szívemből is szólt. Megmondtam neki, én magam és minden vagyonom a rendelkezésére áll. Jó, hogy nem vagy túl gazdag. Hitler egy zseni, és igazat beszél. Eljöhetnétek meghallgatni őt. Az az igazság, hogy ti nyittok ajtót ennek a szélhámosnak a jobb körökbe. Hitler úr késsel villával sem tud enni. Nem is beszélve a nyakkendő kötésről. Hagyd ezt, Albert. Ma ne, kérlek. A mi országunk szerencsére demokrácia. Ha Hitler hatalomra vágyik, a népnek előbb meg kell választania őt, és én bízom honfitársaim eszében. Albert! Vannak udvariassági szabályok. Emlékszel, mit jósolt neked anyánk? Vagy nagy karrier előtt állsz, vagy bűnöző leszel. Hitlereddel talán mindkettőt megvalósítod. A Göring testvérek Münchenben maradnak. Albertből mérnök lesz, és elválik, hogy elvegye a szeretőjét, Erna von Mittnert. Aztán elhagyják Németországot, és az Alpok túloldalán, Bécsben telepednek le. Albert sokat dolgozik, és jó üzleti érzékkel bír, átnyergel a gyorsan fejlődő filmgyártásra. Nagyon szép villája volt Bécsben, és a képeken kabriókban, hatalmas autókban láttam. A Sasha filmtársaságnak dolgozott. 5 nyelven beszélt, saját irodája volt, nagyon sok kávét ivott. Állt az íróasztalán egy 2 literes kanna, és láncdohányos hírében állt. Szipkát használt, mert azt gondolta, úgy egészségesebb. Albert a 30-as évek elején egy filmgyártó cég ügynökeként dolgozik. Sokat utazik, de a bécsi kávéházakban is ismert figura. Kedveli a mondén életet. Erős kisugárzása volt. Szerintem nagyon vonzó férfinak számított. Mindig nagy kalapban járt, bottal, cigarettával a szájában. Ő volt valaki. Münchenben létrejön egy csoport Adolf Hitler körül. Hermann Göring az első világháború ünnepelt pilótája is szervezkedik. 1923. novemberében végigvonulnak a városon, hogy átvegyék a hatalmat.
A puccs kudarcba fullad, Hitler 16 követője és 4 rendőr meghal. A puccsisták többségét letartóztatják. Göring megúszza, bár egy golyó az ütőere mellett fúródik a lábába. Ausztriába menekül, Mautendorfban kezelteti magát. A keresztapja ápolja. Az a férfi, aki éveken át az anyja szeretője volt. Hermann von Ebensteinről beszélünk. Hermannt a keresztapjáról nevezték el. Hermann volt Ebenstein kedvence, viszont a családi pletyka szerint Albert volt a biológiai gyermeke. Nekünk azt mesélték, és az anyám is úgy mondta, hogy apám is tudta, az ő igazi apja, ez az Ebenstein volt. 1923-ban a kiadatás veszélye miatt Hermann nem időzhetett hosszan Ausztriában. Feleségével kerülő utakon tovább utazik Svédországba. 3 évvel később az általános amnestia lehetővé teszi, hogy visszatérjen Németországba. Berlinben Karin belehaladt üdőbajba. Hermann mélyen megrendül. A náci pártban emelkedőben van a karrierje. 1933-ban hatalomra segíti Hitlert, később pedig a helyettese lesz. Kiépíti a besúgó hálózatot és letartóztatja politikai ellenfeleiket. Megépülnek az első koncentrációs táborok. Nem sokkal később megszervezi a párton belüli ellenzék likvidálását. Több mint 70 ember halálát tervezik. Hitler riválisa Ernst Röhm is közöttük van. A politikai ellenfeleket elhurcolják és megölik. A vádak többsége kitaláció. A párt semleges alkancellárt, Franz von Papent, Göring az utolsó pillanatban kihúzza a listáról. Ezer 1934. június 30-ának éjjelén kezdődik a gyilkosságok végrehajtása. Az áldozatok pontos száma máig nem ismert. Berlin messze van Ausztriától. Albert Göring Bécsben osztrák állampolgárságot szerez, és a filmproducer Oskar Pilzer jobb kezeként dolgozik. Albert Göring felelt a stúdióért. Nem a filmekkel foglalkozott, hanem a stúdió vezetésével. Ezt a hatalmas komplexumot apám egyedül nem tudta irányítani. Szükség volt valakire, aki átlátta az egészet. Nem a filmkészítés volt a dolga, arról kellett gondoskodnia, hogy a stúdióban minden rendben menjen. Ő volt a főszervező, és még mi minden más. Az egykori filmkereskedő George Pilzer ma New Yorkban és Cannes-ban él. Az apja, Oskar Pilzer a 30-as években Európa egyik legsikeresebb filmproducerének számított. Ebben az időben jöttek az első hangos filmek. Apám ekkor építette a Rosenhügel stúdiót, az egyik legnagyobb és legszebb stúdiót egész Európában. A nemzeti szocialisták meghódítják Németországot. Hitler kívánságára Hermann Göring feleségül veszi Emmy Zonemann színésznőt. Ő lesz az állam első asszony, amivel a birodalmi kancellár hivatalosan nőtlen marad. Az ünneplő tömeg tudtán kívül Göring ugyanaznap kivégeztet egy férfit. A vádlott állítólag részt vett az SA katona Horst Wessel meggyilkolásában. A kommunista zsidó Sally Epstein kegyelmi kérvényét Göring elutasítja. Berlin közelében svéd stílusú kastélyt épített, hogy az első feleségére emlékeztesse. Karin Hallnak nevezi el. Átszállítatja az asszony maradványait Svédországból és mauzóleumot állít neki. Göring a második feleségével, Emmivel ide, Berlintől egy jó óra utazásra teszi át székhelyét. Szabad, excellenciám. Csak tessék.
Schorfheide, 1935. A két testvér éveken át nem találkozott. A kapcsolatuk abban merült ki, hogy üdvözlő lapokat küldtek egymásnak. Mióta nem találkoztunk? 20-30 kitüntetést kaphattál azóta. A légierős kereszteket ismerem. A horogkereszt újabb szerzemény. Ez az NSDAP vérrend kitüntetése. Ezt Führerünk maga alapította a hazánkért szervezett felkelés 10. évfordulójára, a még élő résztvevőknek. Komolyan gondoltad, hogy Berlinbe jössz, és még csak meg sem látogatsz? Sok a munka Bécsben. Ma még egy megbeszélés, és reggel már megyek is vissza. Sikerült megnyerni az új filmetekhez Borsodi urat rendezőnek? Látom, mindent tudsz. Megbízható a hírszerzésünk, és ez így van jól. Különben nem tudtalak volna megkeresni és meghívni magamhoz. Mit akarsz tőlem? Kezdem úgy érezni, hogy kerülöd az országunkat. Miért dolgozol annyit Ausztriában? A birodalomban is sok a munka. Berlin virágzik, és ezt te is láttad? A Sasha Tobis film remek állást ajánlott. Nem utasíthattam el. Albert! Úgy örülök, hogy végre találkozunk. Sajnálom, hogy a feleségedet nem hoztad magaddal. A kisöcsém nyilván sejtette, hogy ma este egy különleges asszony lesz a partnere az asztalnál. A neje csak hátráltatná. Én boldog házassággal élek. Hogy bemagyarázza neked, hogy nem igazi ínyenc. Ez nem vallana rá. Ez a csinos pofika már egészen fiatal korunkban is mágikusan vonzotta a kislányokat. Mikor vacsorázunk? Legkorábban 1 óra múlva érkezik. Áruljátok el, miért vagyok itt? Hogy jól szórakozzunk. Van néhány jelenetem egy filmből, amelyik csak hónapok múlva jelenik meg a mozikban. Hogy megőrizném-e a csomagot, amíg Schulzék hazaérnek. Természetesen vállaltam. Fogalma sem volt róla, hogy ki lehet az az ember. Sokat várnak Fate Harlantól. Ez az első filmrendezése. Mi színházi színészek nagy segítség vagyunk a filmiparnak. Csírájában folytottam el egy karriert, amikor feleségül vettem az én Emmimet. Ez életem szerepe, hogy Herman neje vagyok. És a birodalom első asszonya. Mégis örülök, ha egy szakmabelivel találkozhatok. Hogy megy az üzlet Ausztriában? A filmjeinket már nem vetítik Németországban a zsidó munkatársak miatt. Nem csináltam semmi rosszat. Én csak védekeztem az igazságtalanság ellen, amit velem tettek. Velem és észével. De bokasszony, mi lenne, ha egy hamis gyanú miatt mindenki fegyverrel védené a becsületét? Az én tisztességem kevesebbet ér, mint az a régi kájha? Nem, de a becsület védelmére itt a bíróság. Henny! Úgy örülök, hogy itt vagy. Most csodálkozol, kisöcsém, mi? Heil Hitler. Hadd mutassam be az öcsémet. Albert Göring. Részemről a megtiszteltetés. Örvendek. Meglep, hogy pont itt futok össze Németország legnagyobb csillagával. Gyönyörű ez a vidék. Foglaljon helyet nálunk. Gyere, Henny!
Nagy voltál ebben a filmben. Ugyan. Mi ezer éve ismerjük egymást. Az ezer év egyikünkön sem hagyott nyomot. Mi a titka? Ha két vén cirkuszi kecske, azaz mi összekerülünk. Most komolyan, özvegy Bokné szerepéhez a makulátlan szépség csak akadály. Ki szeretné, hogy egész életében kamasz fiúk rajongjanak érte? Henny Porten évekig a legismertebb német néma filmsztár volt. Színész, de producer is egyben, mégpedig nagyon sikeres. A fácán. A madarat személyesen lőttem. Karin Hallhoz nagy vadászterület tartozik. Herman nemrégiben birodalmi fővadász lett. Ne aggódjatok, a hátára még elfér néhány kitüntetés. Úgy hallottam, a Führer vegetáriánus. És te még eszel húst, pedig minden másban őt követed. Egy pezsgőt, Albert? Köszönöm. Szeretem ezt a készletet. Nem, mintha már ettem volna belőle. A Breslaui kastélyból való. Nagy Frigyesnek tervezték. A birodalmi bank nász ajándéka. Jó étvágyat! Nem volt ott az esküvőn. Henny, mesélj neki! Nem is tudom, hol kezdjem. Sosem fogom elfelejteni, ahogy a jegyes pár lelépkedett a berlini dóm lépcső során a felemelt kardok között. A légierő 10 tábornoka tartotta őket. Aztán gratuláló vadászrepülők zúgtak el a tömeg fölött. Láttam a híradóban. A brit nagykövet megjegyezte, az ember azt hihetné, visszaállították a monarchiát. Olyan sokan vannak, akik irigylik a boldogságunkat. Régi barátunk Klausmann borzalmas levelet írt. Emi, mesélj inkább a nászútról. Nem, nem, elnézést, ezt szívesen hallanám. Mit írt nektek? Azt írta, micsoda vendégsereg gyűlt össze. Sok régi pártárs, akiket a kedves férj még nem ületett. Szerencsére már külföldön él. Még jó, hogy kedvest írt, és nem dagadtat. Nyugodtan mosolyoghatsz. A bátyámnak jó a humora. Ez így van. Nem igaz, Krömer? De, birodalmi miniszter úr. Jöjjön, mondjon egy viccet. Krömer úr sokat utazik. Neki vannak a legjobb náci viccek a tarsolyában. Hm? Biztosan tud egyet, amit még nem hallottunk. Ne húzodozzon. Hm? Ha Porten asszonyt megnevetteti, kaphat egy autogramot. Jó, szóval... Adolf Hitler ellátogat a Friedrichsbergi bolondokházába. A betegek sokat gyakoroltak, és a német köszöntéssel üdvözlik az államfőt. Adolf észreveszi, hogy néhány kar nem emelkedett a magasba. Értetlenül kérdi, miért nem köszöntenek. Már is érkezik a válasz. Führerem, mi nem bolondok vagyunk, hanem az őrök. Ez tényleg nagyon jó, Krömer. Ez nagyon jó. Porter asszony, maga is tud egyet? Sosem tudtam megjegyezni a vicceket. Ugyan már, Porten asszony. Egyszer még szüksége lehet rá. Hallottam a vonaton egy fantasztikus viccet. Képzeld, rólad szól. Hitler Rómába küldi von Papent, hogy megnyerje a pápát a nemzeti szocializmusnak, de von Papen nem jár sikerrel. Goebbels is kudarcot vall, csak a népjóléthez kap némi támogatást. Ekkor a bátyám is útnak indul.
Három nap múlva Hitler táviratot kap Göringtől Rómából. Küldetés teljesítve, a pápa halott, a Vatikán ég, a tiara jól áll, a szent atyád. Jól jegyezze meg, Porten asszony. Ha valaki később viccet kérne öntől. Tartozik a fiatalembernek egy autogrammal. Nagy munka berendezni ezt a kastélyt. De látom, jól haladsz. Hermann nem örül, hogy kedvelem az impressionistákat. Hogy tetszik? Emi. Emi. Mond valamit önnek az idősebb Kranach név. Természetesen. Ismeri a Vénuszát? Róla mintázták meg a szépsége. Ezt a szobát, mintha neki teremtették volna. Bevallom, szeretem a pompát és a szépséget. Nem tagadom, a reneszánsz ember vagyok. Még a birodalmi miniszternek sem teljesült minden kívánsága. Azt hiszem, Porten asszony kívánságát könnyű teljesíteni. Albert, szeretnék segíteni a barátnőmnek. Henny kilátásai pillanatnyilag kicsit sem rózsásak. Pedig maga egy sztár. De a férjem nem ária. Kizártak miatta a birodalmi filmkamarából. Véleményem szerint Porten asszonynak könnyebb dolga lenne, hogyha elválnának. Váljon el! Rőman úr is jól járna vele. Képzeld el, drágám, ha kényszerítenének, hogy váljunk el. Az ilyen helyzet nem újdonság. Ezt eredményezi a politika, amiért te vagy a felelős. Nem alapvető kérdésekről vitatkozunk, öcsikém. Porten asszonynak gyakorlati segítség. Albert, neked van szabad a filmiparban. Tudnád szerződtetni a Sasha Tobishoz? Megfelelő gázsiért? Megtiszteltetés lesz, ha Porten asszony részt vesz a következő produkcióban. Minden film dísze lenne. Nagyon örültem, hogy megismerhettem. El sem tudom mondani, mennyire hálás vagyok. Alig várom, hogy Bécsben újra találkozzunk. Jelenléte és szépsége emelte a mai este fényét. Köszönöm a meghívást és a támogatását. Nem kedvelt meg. Az nem lehet. Téged egy ország imád. Az öreg lány élőben korán sem olyan vonzó, mint a filmvásznon. Miért foglalkozol vele? Ez Emi kívánsága volt. A férje zsidó, egy a deportáltak közül, akit kínoztok, kifosztotok, őt meg védeni akarod? Én mondom meg, hogy ki a zsidó. Ausztriában a kormány igyekszik sakban tartani a nemzeti szocialistákat. Albert visszatér Bécsbe és tető alá hoz Henny Portennek egy remek szerződést. Akkor is kap fizetést, ha egy filmben sem szerepel. Hermann Göring nélkülözhetetlenné válik. Felépíti a Luftwaffe-t és felkészíti a gazdaságot a háborúra. Zsarolással és rablással egyre nagyobb műgyűjtemény gazdája lesz. 1938-ban titokban filmre vesz Karin Hallban egy találkozót az angol nagykövettel, Neville Hendersonnal, aki ebben a beszélgetésben szabad utat ad. Hitler elfoglalhatja Ausztriát.
Ez az információ is szerepet játszott abban, hogy Göring lemondásra kényszeríthette az osztrák kancellárt. Egy napra rá Ausztriába bevonult a német Wehrmacht. A gyerekeknek sorba kellett állniuk, mindenki virágot kapott a kezébe. Aztán a Mercedesek, akkoriban olyan hosszú, nyitott Mercedesekkel jártak, begurultak. Amikor azt láttuk, hogy jön Hermann Göring, akkor felé kellett dobnunk a csokrokat. Még aznap letartóztatják, elhurcolják vagy meggyilkolják a politikai ellenfeleket, a kritikus hangú írókat és a zsidókat. Az SA és az SS emberei a zsidókat a nyílt utcán megalázó munkára kényszerítik. A bécsi Weringstrasse-n lévő Raber festéküzlete az SA egyik akciójának a céltáblája lesz. Albert megmutatja az útlevelét. A Göring név csodát tesz. Jöjjön! Kezdetben barátok és ismerősök, később már idegenek is megkeresik Albert Göringet, aki segít és úti okmányokat szerez az üldözötteknek. Két nappal a német bevonulás után a nácik ránk törtek a lakásunkban. Letartóztatták és elhurcolták apámat otthonról. El tudja képzelni, hogy az anyám, az öcsém és én mit éltünk át? Azt sem értettük, mi történik. Elvitték, és nem tudtuk, hogy hová. Már akkoriban is vadpletykák keringtek bizonyos dolgokról. Aztán valaki a családból, már nem tudom ki, felhívta Albert Göringet. Elmondta neki, mi történt, és ő azonnal intézkedett. A neve erejével elérte, hogy az apámat szabadon engedjék. Másnap ismét velünk volt. El sem tudja képzelni, mennyire örültünk neki, és mennyire hálásak voltunk, és vagyunk ma is Albert Göringnek. Ő abban is segített, hogy apám emigrálhasson. Először Olaszországba ment, Rómába, ahova anyám, az öcsém és én is követtünk. Aztán tovább költöztünk Svájcba. A Gestapo kihallgatja Albert Göringet, aki szabadon távozhat. A nejével, Ernával szintén Rómába költözik, onnan irányítja a filmgyárat. Ausztria Hermann Göringet ünnepli, Mautendorf a lábainál hever. Hermann von Epenstein, a keresztapja, addigra már rég halott. Hermann Göring megörökli Mautendorf kastélyát, itt alakítja ki osztrák rezidenciáját. Hermann Göring sokat tett Mautendorfért. Az akkor Göring műveknek nevezett acélműből szállították az alapanyagokat a vízvezetékünkhöz, és az emberek maguk ásták az árkot. A miénk lett az első falu a Lungau régióban, amely, ahogy akkoriban mondták, helyi vízellátást kapott. Hála Göringnek! A környéken a furtkutakból vezették a vizet a faluba, onnan aztán a vízvezetékben vitték tovább. Hermann Göringnek köszönhetően. A propaganda minisztérium privát felvételeket is közreadt Hitler helyetteséről, itt éppen pihenés közben. Göring persze szívesen mutatkozik hivatalosan is, amint kihirdeti az antiszemita törvényeket. Tilos a házasságkötés zsidók és német vagy némettel rokonvérű állampolgárok között. Az 1938-as kristály éjszaka után Németországban feldújják a zsidó üzleteket, megalázzák és kínozni kezdik a zsidókat. Hermann Göring támogatja az emberek elleni erőszakot, de megállítja a rombolást. A kisajátítás, a büntetőadók és a kizsarolt zsidó vagyon mind az államkasszát gazdagítja. Mautendorf, 1939. Albert Göring elhagyja Rómát, új munkát keres. Visszatér Ausztriába és Mautendorf kastélyában találkozik a bátyjával. Örülök, hogy ennyi év után ismét itt lehetek.
Itt semmi sem változott. Ez hihetően hangzott. Mi lenne, ha nevetnél is? Üdvözlet az utókornak! Örülök, hogy ennyi év után ismét itt lehetek. Itt semmi sem változott. Mauterndorf maga a paradicsom. Na, ez már jobb volt. Heves már! Hitler! Nem megy ez nekem. Jó, hogy ismét Ausztriában vagy, öcsém. A városi napok után jól esik a kellemes napsütés. Bénségedre még te is szentimentális leszel. Az érzelgősség a te erősség. Vagy bűnbánatot gyakorolsz? Mint régen. Mintha színházi díszlet lenne. Erre a páncélra emlékszem, pedig még pelenkás lehettem. Nézd csak! Játszol még? Nem, ettől felrobbanna a házam. Ha két nappal korábban érkezel, találkozhattál volna Emivel és a kicsivel. Tessék, Eddának. Örülni fog neki. Nem olyan értékes, mint a másik keresztapja ajándéka. A Führer riválisa lettem. A kislány aranyos, és már járni is tud. Vagyis megtesz néhány métert, és nem pottyan fenékre. Mondd csak, nálatok mikor lesz végre trónörökös? Nem lesz. Az orvosok ma már sokat tudnak. Hagyjuk. Kialudt a tűz? Nem. Erna rákos. Az itteniek szeretnek. Az Anschluss után úgy fogadtak, mintha a távolba szakadt fiú tért volna haza. A kocsis már mesélte. Nagy csodákat ígértél. Lesz áram, víz, vonat, közlekedés. A Mauterndorfiak mögöttem állnak. 100%-osan támogatták a csatlakozást a német birodalomhoz. Egyébként te hogyan döntöttél, mint új osztrák állampolgár? Segítsek egy kicsit? Ismered? Ő Agnes. Az anyja főzött a báró úrra. Gyerekkorában az a megtiszteltetés érte, hogy a játszópajtásunk lehetett. A vár úrnőnk. Mi van magával, Agnes? Nem panaszkodhatok, Albert úr. Tudtam, hogy igazi szépség lesz magából. A sültet a hentes mester küldte a faluból. Bist nicht schön, doch charmant. Bist nicht klug, doch sehr galant. Bist kein Held, nur ein Mann, der gefällt. Du verliebst jeden Tag dich aufs Neu. Alle küsst du und bleibst keiner treu. Doch die Frau, die dich liebt, machst du glücklich wie noch nie. Hogy boldogulsz Bécsben? Nincs elég támogatunk az új filmekhez. Épp valami újat keresek. Hogyan? De ezért is jöttem. Pilzer úr eladta? Kényszerítették rá. Le is tartóztatták. Az ilyenekre kevesen bízzák a pénzüket. Nem azért tartóztatták le, mert bűnöző. De talált egy bolondot, aki egy trükkel kiszabadította. Hamis aláírással. Ez nem igaz. Göringként írtam alá.
A Gestapo azt hitte, én vagyok az. A bolondok. Pilzert személyesen csempésztem át a határon. Nem tudtam, hogy a Gestapo figyeli. Egy nappal később engem is bevittek, aztán elengedtek. Köszönöm. A saját öcsém. Oscar Pilsner a barátom. És Mausék? Náluk négy kézláb akartad le a plakátot. Ők is a barátaid? Simán csak emberek. Zsidószatócsok. Gyilkosok. Az állam ellenségei. A zsidókat ki kell írtanunk az országunkból. Hagyj fel ezzel a butasággal. Nevetségessé teszel. Nélküled sosem kezdtem volna bele. A te kérésedre segítettem, Porten asszony. Az egy egyszeri alkalom volt. Nem szólal meg a lelkiismereted? A lelkiismeretem neve Adolf Hitler. A fizetés langyos eső lenne ki a padszámláimon. Ne csigázz már, ki az új munkaadód? Tényleg nem tudod? Nem a te kezed volt benne? Nem. A prágai Skoda exportigazgatónak hívott. Gratulálok! Ő végre felfelé ível a karriered, és egy jó ügy szolgálatában állsz. Az autógyárról beszélek. Skoda négykerék meghajtású terepjárókat állít elő, a Radschlepper osztott, nem is beszélve a fogaskerekekről, a hűtőkről és a BMW vagy a Daimler-Benz alkatrészeiről. Én már csak tudom. Skoda az én nevemet viselő birodalmi művekhez tartozik. Ha háború lesz, a Skoda fontos aduász. Háború lesz? Senkinek nincs szándékában új háborút kezdeni, ehhez az élet túl szép, de ne áltasd magad. A Skoda nem a képzettséged miatt alkalmaz, hanem mert vannak kapcsolataid. Ezt szokd meg. A Skoda főigazgatóját még 33 előttről ismerem, Argentínából. Te egy politikai tökfej vagy. Jó napot! Hey, Hitler! Jó napot, báró úr! A testvérek anyja, Fanny Göring, éveken át a báró szeretője volt. Egy kikeresztelkedett zsidóé. Az Albert és a báró közötti hasonlóságról sok pletyka keringett Mautendorfban. A természet fura fintora. Az orrom, a szemem, mint az övé. Sokat örököltünk tőle. Anyánkat akarta, mi voltunk a ráadás. Az egész falu tudta, mi nem sejtettük. Amikor Epstein hozzánk jött, apánk szállodába költözött. Albert, ne veszélj. Epstein szeretett engem. Anyánk fizetett azért, hogy hercegként élhessünk. Keresztapánk volt az első, akire fura zsidó szabályod vonatkozott. Katolikus volt. Te voltál a szemefénye, én meg a járulékos hozadék. Téged kadét iskolába küldött. Büntetésből, mert szabotáltam a gimnáziumot. Velem senkinek nem voltak nagy tervei. Egyedül én nem szerepelek Lili Epstein végrendeletében, mintha nem is léteznék. Én voltam a párocska hússá lett a rossz lelki ismerete. Agnes! Tudta, hogy az öcsém korábban rajongott magáért? Gyerekek voltunk. Igen, de nem sokat veszített a sármiából. Igaz? Aki zongorázik, sikeres lesz a nőknél. Ugyan. Sötét haja volt, álmodozó szeme, és átlagos ruhákban járt. Ha ennek a sármos és kedves fiúnak a sötét szemébe néztünk, mindig egy álmodozó pillantás volt a válasz.
Ezért mind tiszteltük, mármint a kedvességéért, mert akkoriban a férfiak egy kicsit durvábbak voltak. Ő sokat bókolt nekünk, barátságos volt velünk. Ez az igazság. Ő egy finom férfi volt, ez akkoriban keveseket jellemzett. A Hohenzin családnak élelmiszerüzlete van a közelben. Michael a katolikus tornaegyletben is aktív, és ez zavarja a gestapót. A nácik mindig újabb indokokat kerestek, hogy letartóztassák apámat. Akkor ősszel, vagy késő nyáron ismét lefogták. Salzburgba vitték fogházba. Ott egy jó hónapot maradt. Aztán átirányították Dachauba, a koncentrációs táborba. A Hohenzin család Albert Göringhez fordul, hogy segítsen őt kiszabadítani. Pontosan emlékszem, hogyan tért vissza az apám. A konyhában voltunk, apám belépett, és az anyám, bár én is észrevettem, hogy sérülései vannak, azonnal eltűnt vele a hálószobában, hogy ne lássunk többet. Valószínűleg azért, hogy kezelje a sebeket. Kirobban a második világháború. Hermann Göring a légierő parancsnokaként fontos szerepet játszik a tervezésben és a kivitelezésben. A német birodalom területén élő zsidóknak egyenruhát rendel, ebből végül nem lett semmi, viszont kötelezővé teszi a jól látható sárga csillagot. Az első hadi sikerek leleplezik a hadsereg és a felszerelés állapotát. Párizs elfoglalása után Berlinben tízezrek ünneplik Hitlert és Göringet, a két győztes hadvezért. Erna Göring, Albert felesége legyőzi a rákot, de a házasságuk tönkre megy. Albert Göring export igazgató lesz a Skoda műveknél a csehországi Pilsenben, az antifasiszta ellenállás egyik fellegvárában. Ott ismerkedik meg a szépségkirálynő Milak Lazarovával, akinek zsidó rokonai vannak. A gestapó figyelteti a párt. Szépek voltak, fiatalok. Tele szerelemmel, reménnyel. Ez egy másik kép anyámról és apámról. Ő pedig Hermann bácsikám. Beleegyezett a házasságba. Egy autót ajándékozott a párnak, egy gyönyörű Mercedest. Még megvan róla a fénykép. Apám sosem tudta elhozni az üzletből, mert akkoriban nem volt benzin. Apám bement, megnézte az autót, és ennyi volt. Nagyanyám kezdetben ellenezte, hogy a lánya apámhoz menjen hozzá, aki, mint tudjuk, a birodalmi marsal öccse volt. Vagyis inkább azért nem értett egyet vele, mert német volt. Nem is jött el Salzburgba az esküvőre. Aztán később megismerte Albertet. Idővel megtetszett neki a férfi, akinek sikerült megnyernie nagyanyámat. Azért, mert mindent ellenzett, a háborút is, és igyekezett megtenni azt, amit mások nem tudtak. A gestapó továbbra is figyeli Göringet, aki az irodájában sem tűr meg Hitler képet, és nem hajlandó náci karlendítéssel köszönni. Albert birodalom ellenes kapcsolatai is feltűnnek a hatalmi szerveknek. Hermann Göring felhatalmazza a birodalmi biztonsági főhivatal vezetőjét, Reinhard Heydrichet, hogy szervezze meg a zsidó kérdés végső megoldását. Megkezdődnek a deportálások a megsemmisítő és haláltáborokba. A nemzeti szocialisták több mint 2 millió zsidót lőnek le vagy hurcolnak el a megszállt területekről. Hermann Göring irányítja a német háborús gazdaságot. Azt várja, hogy a háborús területeken 20-30 millió ember hal majd éhen.
Ez a rasszista hódító politika egyik jól megfogalmazott célja. Göring légi flottája nem váltja be a reményeket, főként a légi elhárításban csődött. Hermann Göring már nem vesz részt a hadi tanácsokon, kerülni kezdi Adolf Hitlert. Egyre kevesebb a hatalma és a befolyása. A háború és a tömegmészárlás tovább folyik, ám őt egyre inkább csak a szenvedélye, a vadászat érdekli. A berlini Schorfheide lesz a menedéke. Amikor a Gestapo Prágában súlyos vádakat emel Albert ellen, nem kapcsolódik be az ügybe. A magát fenyegetve érző Albert Kalinhalba menekül a bátyjához. Schorfheide, 1944. Hermann! Az Ádlamban lesz a találkozó. A fejemet akarják venni. Hagyjon! A német nép kontra Albert Göring ügy. A tárgyalást ezennel megnyitom. Az ügyészi a szó. Bodenschatztábornok, én... A prágai gestapónak a legfelsőbb bíróságra küldött 1943. október 23-ai jelentése van a kezemben. Ez egyértelműen bizonyítja a vádlott államellenes tevékenységét. Hermann, mondd el, mit tervezel? Ez szerint a vádlott kimondottan gyakran megfordul bizonyos zsidó körökben. Van hozzáfűzni valója? Gyere, beleljen, vádlott! Ez a munkakörömből adódik, de mindig a Skoda művek érdekét tartom szem előtt. Mi haszna származott a Skoda műveknek abból, hogy feleségül vette a zsidó Milak Lázarovát? Ez magánügy. Ez ma politikai szerepvállalás. Hiszen nem árja. Maga. Meg sem próbálta titkolni a politikai nézeteit mások elől. Hadd utaljak most egy jelentésre, amely szerint a német igazgatóhelyettesnek egy cseh munkatárs azt javasolta az Albert Göring irodájába való belépés előtt, hogy ne Heil Hitlerrel köszönjön, mert ez esetben azonnal kipenderítik az irodából. Nem tudhatom, miért kapta ezt a tanácsot. Lehetséges, hogy az ő fülébe is eljutott az, amit korábban is nyíltan hangoztatott? Köpök Adolf Hitlerre, köpök a bátyámra, és az egész náci rezsimre. A bátyám funkciójára gondoltam, és nem az... Nyalt ki a seggem! Általában így válaszol a német köszönésre. Rossz magaviselete, apróság a többi váddal szemben. Állítólag a Theresienstadt-i táborból zsidókat rendelt ki munkára. Személyesen ment elértük kocsival, hogy aztán sok kilométerrel távolabb szabadon engedje őket. Ez senkinek sem sikerülne.
Ez pletyka! Káros működése, a cseh ellenállásban való részvitele szerencsére hagyott maga után nyomokat. Magának számlái vannak Svájcban. Ebből a pénzből támogatja a... rezsimellenesek szökését. Ezeken a számlákon a nyugdíjas koromra spórolok. Nem lesz rá sok lehetősége, hogy kihasználhassa. Ez a jelentés. Fenyegető közelségbe hozza az élete végét. Herman, segíts! Ha behívnak a birodalmi biztonsági főhivatalba... Több tanú is hallotta, hogy Albert Göring úr azt mondta, merényletet tervez a bátyja a birodalmi marsall ellen. Ki tudna, hanem ő a szörnyetek közelébe férkőzni. Szörnyeteg. Bíró úr, hozzon ítéletet a hitványának ügyében. A német nép nevében a vádlottat kötél általi halálra ítélem. Lógjon, mint a fél disznó. Aki ezekben az időkben nem velünk van, az ellenünk. Annak a fejét kell vennünk. Jó, csak tessék, tiéd a fejem! Mi baja? Albert. Mi történt? Veszekedtetek? Mit adsz be neki? Morfiumot. Régen is ezt adták neki a fájdalmaira, amikor meglőtték. Ennek már 20 éve. Áldás és átok. Kislányom, menj szépen Bertel bácsihoz, és... Köszönjél tőle. Igen. Mondd jó éjszakát, Bertel bácsi. Jó éjszakát, Bertel bácsi. Bertel bácsinak is van egy kislánya, aki még egészen aprócska. Mi a neve? Elizabeth. Ő az unokatestvéred. Jó. Adj még egy puszit Bertel bácsinak, aztán irány az ágy! Herman. Nem akarhatod igazán, hogy felakasszanak. Kérlek, segíts! Túl messzire mentél. Az országnak vannak törvényei. Azoknak nincs közük a joghoz. Próbáltam egy rossz időszakban jót tenni. Úgy, ahogy te is tanítod a lányodat, Emi.
Én azt tanítom neki, hogy a család az első. Te meg a saját bátyád ellen foglalsz állást. A bátyám Adolf Hitler oldalán egy olyan Németországot teremtett, amelyben félek. Hazánk visszatalált régi erejéhez már nem hallgat. Országunkban naponta tűnnek el emberek. Emberek, akik velünk jártak iskolába, akiknél vásároltunk, akiknek a könyveit olvastuk. Koncentrációs táborba viszik őket, ahol szörnyűséges halált halnak. A kollégáid is, mint Otto Walburg. Amerikában akart karriert csinálni. Auschwitz. Haláltábor. Ez badarság, Albert. A bátyám a szőkéket és kék szeműeket sem kíméli. A férfiak a fronton esnek el, a nők, a gyerekek otthon halnak éhen, vagy bombák ölik őket. A háború egy szükséges rossz. Ezt csak az mondhatja, aki semmit sem lát belőle. Hogy is láthatna, Hermann volt nejének kriptájában? Karint, hagyd ki a játékból. Én odakint élek. Naponta látok embereket, akik féltik puszta életüket. Kötelességem, hogy segítsek néhánynak. Az ilyenek miatt került Hermann nehéz helyzetbe. Megkönnyített Goebbelsnek, hogy félreállíthassák őt. A Führer 50. születésnapjára sem hívtak meg. Sajnálom, hogy lemaradtál a partiról. Hermannt azért állították félre, mert eltolta ezt a háborút. Hermann, mondj már valamit! Nem akartam ezt a rohadt háborút! Köszönöm Ribbentropnak. Távolsági beszélgetés Albert Göringnek Prágából. Igen. Igen, értem. Köszönöm. Viszont hallásra. Egy kolléga volt a Skodától. Letartóztatták a titkárnőmet, von Auer kisasszonyt. Kiderült, hogy a Gestapo már régóta figyelte. Én magam személyesen vettem fel. A Gestapo nem olyan buta, mint gondolod. Azzal gyanúsítják, hogy az ellenem hozott vádakat csak kitalálta a karrierje előmozdítása érdekében. Hitelrontás és csalás miatt kell felelnie. Az adjutánsom az Adlonban megküzdött a farkasokkal. Bodenschatz. Szinte már a családhoz tartozik. Elmesélte nekik a von Auer-es változatot is, de miután a fiatal kisasszony múltja amúgy is kétes, hittek is neki. Ez az a pillanat, amelyben köszönetet mondhatsz. Mi lesz azzal a nővel? Reménytelen eset vagy. Becsületmániás az önfeláldozásig. Utolsó alkalommal segítettem neked. Ugye te is belátod. Hermann Göring a háború utolsó pillanataiban még öngyilkos akcióra ad parancsot a pilótáinak, hogy kiiktassák vagy részben megsemmisítsék az ellenséges repülőgépeket. Csak hogy a szövetségesek megállíthatatlanok, elfoglalják Németországot, kiszabadítják a koncentrációs táborokban még életben lévő foglyokat. Göring Berchtesgadenbe menekül. Hitler utódja kíván lenni, miután a Führer 1945. április 30-án öngyilkos lesz.
Emmy Göringet és Eddát letartóztatják az amerikaiak. Jól emlékszem, mikor az angolok bevonultak a páncélosaikkal a főtérre. Mindenütt fehér zászlók lobogtak, azokat az itteni lakosok tették ki. Apám letépte az üzletben a falon lógó Hitler képet, és véget ért ez a korszak is. Albert Göring önként jelentkezik Ausztriában az amerikai hatóságoknál. Jó napot! Hello! Sosem volt nemzeti szocialista szervezet tagja, de az amerikai hatóságok nem bíznak Passport. Benne. A nevem Göring, de... No, ez csak egy félreértés. No, ez csak félreértés. Hermann Göringet a háború utolsó napjaiban nem nevezik ki Hitler utódjának. Az amerikai tábornokok nem akarnak vele tárgyalni a békéről. Németországnak feltétel nélkül kell kapitulálnia. Hermann Göringre bírósági tárgyalás vár. Az egykori birodalmi marsal kérelmet nyújt be, hogy továbbra is viselhesse hatalma jelképeit, de az őrök megtagadják a kérését. Berchtesgadenben a katonák 1800 művészeti alkotást találnak a vasúti kocsikban. Ezeket Göring az Obersalzbergben szerette volna elrejteni. A vagyonát elkobozzák. Augsburg 1945. A testvérek 1945. május 13-án egy augsburgi börtönben találkoznak újra. Felkészült? Felkészült? Yes. Body check. Good morning, sir. Felkészült? Az egyes számú náci készen áll. Mehetünk. Hogy érzi magát ma reggel? Köszönöm, remekül vagyok. Vagyunk, remekül vagyunk. Kidney, all the time. Nem fair, a néger boxolójuk. Schmeling was knocked out before. Előbb kaput. Schmeling is the better boxer. Menjünk. Move. Veszített. A náci boxoló az első menetben kiesett. But Louis, fight like animal. Az az egész rassz, tiszta állat. Thank you. Schmeling sokkal jobb boxoló. This is my brother. Ő jó német. Albert, öreg fiú. Mióta nem láttuk egymást? 20 vagy 30 kitüntetést kaptál azóta. Reménykedjünk, hogy az amerikaiak a Nürnbergi perre egy déli államokból való bírót küldenek.
Ott a négerek nem választhatnak, és tisztek sem lehetnek. Így a rassz kérdésében egy állásponton lennénk. Nekik ott vannak a négerek, nekünk a zsidók. Mennyire egyszerű a világ. Csak azt nem értem, hogy miért tartóztattak le téged. Nem cseng jól a vezeték nevünk. Nézzük inkább így. A sors furcsa fintora, hogy itt hoz össze minket. Igen. Nem adnak tükröt a cellámba. A szilánkok miatt. Te. Te vagy az én tükröm. Elfogadhatónak látsz? A tükör, mint tudod, mindig fordított képet mutat. Lefogytál. Majdnem elérted a régi testsúlyodat. Na és te? Hogy nyakkendő nélkül ülsz itt? Ez az új divat? Elvették tőlem. Öngyilkosság veszély. Miért kéne megölnöd magad? Hamarosan szabadulsz. Ha ennyire egyszerű lenne. Ne húzzuk tovább, tegye meg a vallomását. Sajnálom, nincs mit mondanom. Mindent elmondtam, amit tudok. Come on, egy név, egy vér. Nyilvánvaló, hogy Hermann Göring öcse ugyanolyan gonosz, mint ő. Sosem voltam a náci párt tagja. Elhagytam Németországot, felvettem az osztrák állampolgárságot, elmenekültem a Barna terror elől. Sosem titkoltam, hogy megvetem a nácikat. Nagyon jól élt a páncélosaiból. A Skodánál arra használtam az állásomat, hogy gyengítsem a rezsimet. Félrenéztem, ha az ellenállás tagjai eltettek pár fegyvert az illegális harchoz. Segítettem az üldözötteknek. Zsidóknak és nem zsidóknak. Külföldre szöktettem őket. Számlákat nyitottam Svájcban, hogy legyen kezdőtőkéjük. Időnként meglátogatta a bátyát Mautendorfban, hogy friss levegőt szívjon, miközben ezrek végezték a gázkamrában. Honnan veszi a bátorságot ilyen hangon beszélni az öcsémmel? Ki érdemelte a tiszteletét? Albert jó ember. Őt sosem érdekelte a politika, meg a katonaság. Adjon egy papírt és ceruzát. Felírok néhány nevet, akiknek megmentettem az életét, vagy a vagyonát. Ők igazolni fognak engem. Oscar Pilzert? A filmproducert. Személyesen vittem a határra. A prágai orvos, József Hárváth. Úgy szabadult ki a táborból, hogy Göringként én írtam alá a kérelmet. Ernst Neubach? A slágergyáros? Kurt Schuschnigg? Az utolsó osztrák kancellár az Anschluss előtt? Összeszedett valahonnan néhány nevet. Olcsó próbálkozás, hogy mentse satnya kis életét. Végül megírhattam a listát. Remélem, az amcsik megtalálnak. Én a helyedben semmit sem várnék. A szövetségeseket nem érdekli az igazság. Az sem igazságos, hogy elvették a kitüntetéseimet. Amit meg Nürnbergben terveznek, az nem egy nemzetközi bíróság, hanem csak a győztesek ünneplése, egy propagandaper, amelynek az a célja, hogy a legyőzött ellenfelet bűnözőnek állítsa be. Halkabban. Miért? Bárki hallhatja. Nincsenek független bírók, ahogyan pártatlan tanúk sem.
Arra sincs lehetőség, hogy új bírót kérjek részrehajlás miatt. Milyen tárgyalás lesz ez? What sort of a trial you are trying to set up? Mióta lehet valakit más tetteiért felelősségre vonni? Mik ezek a vádpontok? Támadó háború megtervezése? Háborús bűnök, emberiség elleni büntett, a béke elleni büntett. Hogy van Emi és a kicsi? Egy nap még emlékművet állítanak nekem, és márványkoporsóba helyezik a maradványaimat. A hírnevemet megőrzik, mint Nagy Sándorét. Hallgass már! Elviselhetetlen, amit mondasz. Semmit sem értesz. Let's move. Romba döntötted az egész világot! Milliók halála szárad a lelkeden! Hagytad, hogy a fronton is a táborban halljanak meg! Te pedig úgy éltél, mint egy király! Legalább 12 évig jól éltünk. A honfitársaim is jól éltek. Hol volt Németország, mielőtt átvettük a kormányzást? Ha? Németország a padlón jelent. Megérdemeltük, amit Versailles-ban kiróttak ránk. Meg vagyok győződve róla, hogy a Führer elv és a nemzeti szocializmus volt az egyetlen lehetőség. A németek egy erős kézre vártak. A németországi zsidók is? Ők is egy erős kézre vártak, amely megöli őket? Mindig csak evakuálásról volt szó, gyilkosságról és transportról soha. A zsidók megloptak minket. De sosem akartam a kiirtásukat. Hitler helyettesen ne tudott volna a mészárlásról. Én soha nem rendeltem el egyetlen ember megölését sem. Nem adtam parancsba ilyen szörnyűségeket, nem is engedélyeztem, ahol csak lehetett. Igyekeztem megakadályozni. Nincs egyetlen egy általam írt, vagy kézzel aláírt parancs, hogy lőjék le az ellenséges repülőket, vagy adjanak át bárkit a titkosszolgálatnak. Egyetlen dokumentált eset sincs, hogy a légierő csapatai ilyesmit vittek volna végbe. Nem én akartam a háborút! Nem is beszéltem rá senkit! I didn't want this war! Ellenkezőleg! Mindent megtettem, hogy tárgyalás útján rendezzük. I was negotiating for peace! Jó, jól van, jól van. Amikor kitört a háború, mindent megtettem a győzelemért. Csak is a népem iránti szeretet hajtott. A nép boldogsága, szabadsága és élete. Ehhez a mindenhatót és a népet hívom tanúmnak. Fent keresel menedéket? Igen. Hányszor segítettem neked embereket menteni? Henny Porten? A Karin Halli vacsora? És mások, akiket nem vertem nagy dobra. Még ezt a borzasztó Claire Waldorfot is kihozattam a börtönből. Itt egy őz, ott egy őz, és a has mindent legyőz, ez vagyok én. Ha? És téged sem kellett volna kihoznom a börtönből. Kényelmesebb lett volna, ha hagylak oda bent a rácsok mögött elrohadni. Ne eltasd magad, öcsikém. Az általam megmentett emberek listája legalább olyan hosszú, mint a tiéd. Szeretnék távozni. Ez az utolsó alkalom, hogy látlak. Mi fognak végezni? Kimennék vele az udvarra. Nem mondom, hogy szerettem ezt az embert.
Mégis volt valami közös a testvérekben. Ebben a közös gyerekkori szerepet játszott. Képzelj el, van egy fiatalabb fiú, az öccse, együtt élnek, együtt nőnek fel, de aztán elválnak az útjaik. Mégis folyamatosan kapcsolatban voltak egymással, nem is tudnám másképpen elképzelni. Ha meghalok, számítok arra, hogy gondoskodsz Emiről és Eddáról. Hol vannak most? Fogdában. Ez semmilyen törvény nem indokolja, de... Jól vannak. A kicsi néha még csokit is kap az amerikaiaktól. Számíthatsz rám. Fiatal vagy? Hamarosan szabadulsz. Még mindent előről kezdhetsz. A nejed hol van? Elizabeth-tel Salzburgban. Nem tudom, mi lesz. Nehéz lehet velem egy nőnek. Legalább van valami, amiben én vagyok a jobb. Túl melankolikus vagy. Neves, Albert! És a világ veled nevet! Örülök, hogy benned tovább él családunk egy darabja. És testvérek vagyunk. Nürnbergi per tárgyalásán kerül sor Hermann Göring utolsó nagy fellépésére. Nem mutat megbánást vagy bűntudatot. A védőbeszéde 14 órán át tart, de nem szakítják félbe. A végén a bíróság halálra ítéli őt. A kivégzése előtti éjszakán Hermann Göring egy ciánkapszulával öngyilkosságot követel. Az amerikai kihallgató tisztek végre hinni kezdenek Albert Göringnek, úgyhogy átirányítják Prágába, álljon ott bíróság elé. A börtönben megkínozzák és megverik. Az általa megmentettek listája 34 emberből áll. Sok hírességnek segített, de ma már tudjuk, ennél jóval több embert mentett meg a haláltól, akinek gyakran még a nevét sem tudta. Néhányan a 34-ből hajlandóak segíteni. Szövetkeztek a kiszabadítására. Apa azt mondta, most már elég, ki kell hozni őt onnan. A slágergyáros és ismert filmes Ernst Neubach Albert régi barátja a bécsi időszakból. Ez apám levele, melyet a cseh miniszterelnöknek, Edvard Benesnek írt, mikor Albert Göring a prágai börtönben ült. Arra kéri az elnököt a többiek egyetértésével. Ott volt az egész lista a megmentettek nevével. Tehát arra kérte az elnököt, hogy engedje el Albert Göringet. A levél és a Skoda gyári kollégák tanúvallomása hatására a prágai népbíróság felmenti Albert Göringet, aki visszatér Ausztriába. Kíváncsi voltam rá, alig vártam, hogy élőben lássam az apámat. Aztán jött felém egy magas alak, öltönyben és kalapban. Egyre csak közeledett, és így szólt. Biztosan te vagy Elizabeth. Hoztam neked valamit, mondta. Én persze nagyon örültem neki. A családi boldogság csak 3 évig tart. Igen, apámat érdekelték a nők. Nem volt neki elég egy asszony. Ezt anyám is tudta. Úgyhogy egyszer követte, és meg is látta, ahogy más nőkkel csókolózott és ölelkezett. Ebből elege is lett, és elvált tőle. Mila Göring a 8 éves Elizabeth-tel Peruba költözik.
Albert Göring pedig Münchenbe, ahol ismét mérnökként kíván elhelyezkedni. Csak azt tudom, hogy mikor Münchenben a MOL céghez ment, 400 márka volt a havi fizetése. Aztán az ott dolgozó ezer ember rájött, hogy ő Hermann Göring öccse. Mentek is egyből a főnökhöz, hogy vagy ő megy, vagy mindenki más. Így ismét munkanélküli lett. Albert fordítóként tengette napjait. A ház vezetőjénél Brunhilde Lönernél lakott. Együtt mentek nyaralni, de a barátai és az ismerősei előtt sokáig titkolta ezt a kapcsolatot. Aztán kórházba került, és azt mondták, már nincs neki sok hátra. Az ismerősei meggyőzték, vállalja fel azt az asszonyt, akivel már 27 éve együtt él. Albert Göring a kórházban elveszi Brünnhildét, és egy kis nyugdíjat hagy a negyedik feleségére. 1966. december 20-án hal meg hasnyálmirigyrákban, 71 évesen. Münchenben temetik el. A sírját gyakran keverik össze a bátyjáéval. Ma már nincs sírköve, semmi sem emlékezteti az utókort, Albert Göringre. George Pilzer 2012-ben kérvényt nyújtott be a jeruzsálemi Yad Vashem hatósághoz. Válaszoltak is. Kaptam egy levelet, hogy majd kivizsgálják az ügyet. A Yad Vashemben egy bizottság adományozza a legmagasabb izraeli kitüntetést. Olyan nem zsidók kapják, akik zsidókat mentettek meg a haláltól. A világ igaza címet azonban nem minden megmentő kapja meg. Az igaz ember hajlandó áldozatot hozni. Az nem csak jó és jót tesz, hanem hajlandó meg is fizetni az árat, akkor is, ha a tettének nagy ára van. A Yad Vashemben csak olyan segítőknek jár a cím, akik az életüket tették kockára. A bizottság arra keres bizonyítékot, hogy Albert Göring életveszélyben volt-e, és nem csak kihasználta a privilegizált helyzetét. Ha elfogadják a bizonyítékot, Albert Göring nevét az egyik ilyen kőtáblába vésik. Akár életveszélyben volt, akár nem, az biztos, hogy legalább 1000 ember életét mentette meg. Mi, a zsidó nép, nem felejtettük el ezeket a segítőket. Azt hiszem, a zsidó népnek szüksége is van ezekre a segítőkre. Ugyanis a megmentettek azt mondják, ha nincsenek megmentők, akkor nincs remény sem. Tehát van ezekben a történetekben valami, ami reményt ad. Hogy az emberiség máshogy is cselekedhet, hogy nem minden csak fekete volt. Az izraeli bizottság 3 éve vizsgálja, megkaphatja-e Albert Göring a világ igaza kitüntetést. Ő nem tartotta magát megmentőnek. Természetesnek gondolta, hogy segít az üldözötteknek. Egy Göring. Egy ember a sötét időkben. Egy hős. Közreműködött Vas Gábor, Megyeri János, Harcsik Róbert. Magyar szöveg Niklosz Krisztina, hangmérnök Rózeman Péter, gyártásvezető Lajtai Erzsébet, szinkronrendező Mihály Falvi Mihály. A magyar változatot a Spektrum Televízió megbízásából a Masterfilm Digital készítette. Produkciós vezető Kerényi Kata.